A nehéz sorsúaknak legutóbb augusztusban kézbesítettek segélycsomagot. A jelenlegi akció keretében ez 200 csomagot jelent, melyet mindazoknak osztottak ki, akik kevés nyugdíjból, szociális segélyből élnek, vagy pedig munkanélküliek. A nehéz sorsúak örülnek a segítségnek, hiszen, mint mondják, a mindennapi szükségleteket ilyenkor télen a legnehezebb biztosítani. Hajdú Miklós vagyok, munkanélküli, alkalmi munkákból élek, ami főleg nyáron van, de télen nem igazán van mit dolgozni, ezért nagyon örülünk ennek a kis csomagnak, amit kapunk, ez is egy kicsit segít a konyhára, meg kicsit spórolunk vele. Egyedül neveli a gyermekét. Igen, egyedül álló szülő vagyok. A kisfiam Hajdú Árpád az negyedik osztályba jár, és hát ketten élünk. Hogyan élnek ilyenkor télen? Hát igyekszünk nyáron egy kicsit összekuporgatni a téli időszakra. A tűzevalunk megvan, áramszolgáltatás oké, arra kapunk egy kis engedményt, mivel hogy igényeltük a községházán és elkaptuk. Hát ilyenkor egy kicsit szűkebb, de azért megvagyunk. Az élelmiszercsomag mit tartalmaz és a tisztálkodási eszközökből mit visznek haza? Élelmiszerből van itten tésztaféle, húskonzerv, cukor, fűszerfélék, ami hát mindig jó jön. Tisztálkodási eszközökből pedig szappan, sampon, szóval minden, ami kell egy házba. Ezt sem kell megvásárolni. Ez mindenféleképpen egy kis segítséget jelent nekünk, mert hát erre se kell pészkőteni, úgyhogy több megmarad más célokra, fontosabb célokra esetleg. Árpinak, a kisfiamnak és énekem. Simon Rozália az édesanyja nevében jött átvenni az élelmiszercsomagot, pontosabban az egyszeri segélycsomagot. Igen, azért, mert ő nem bírt jönni, mert mivel beteges, aszmája is van, meg tavaly elesett, és eltörte a válcsontját, és így muszáj nekem, hogy eljöjjek fölvenni neki. Hány éves az édesanyja? 59. Mennyi havi jövedelemből él, nyugdíjból, vagy egyáltalán van-e bevétele? Csak 6000 dinár szociálsegédből él, ennyi az összes, amit kap. Áramszolgáltatása van? Hát nincsen neki áramja. Már egy 2 éve, mert miből a 6000 dinár szociálsegédből nem bírja fizetni, meg mögélni, meg az orvosságokra, így hát nagyon-nagyon rosszul él. Én segítek neki, amennyit bírok, de hát nekem is van 2 gyerekem, iskoláztatok, és nem bírok többet. Mit jelent az édesanyjának ez a segélycsomag? A Vöröskereszt szervezetétől érkező segítőkéz nyújtás, hiszen ilyenkor a téli hónapokban még nehezebb tűzre valót kell. Hát igen, nagyon nehéz neki, de így, ahogy kapja ezt a csomagot, hát sokat fog neki segíteni, azért, mert éppen semmi nincs. Ez egy darabig meg fogja neki oldani a főzést. Budai Klára 67 éves, élelmiszercsomagot kapott. Klári néni, önnek nincs nyugdíja sem, és semmiféle jövedelme. Nincsen, szociális segélyem van, kapom egész évben. Mennyi szociális segély? 7800. 7800 dinárt. Hogy lehet ebből Klári néni megélni? Hát egy kicsit a gyerekek hozzásegítenek. Szomszédok, gyerekek, azt így élek. Mikor nehezebb, nyáron vagy télen? Hát télen nehezebb azért, mert tüzelni is kő, meg hát ön is kő, meg őtözni is kő, úgyhogy... Tűzrevalót azt tudta biztosítani idén? Hát majd talán azt is a gyerekek szoktak venni, 1-2 kövétel fát. Reméljük azonban, hogy nem fázik. Hát most épp egy darabig nem, de már január végén majd fázok. Mit jelent önnek az élelmiszercsomag és a tisztálkodási eszközök? Segít persze, hogy... Az élelmiszercsomagot a Vajdasági Vöröskereszt szervezete biztosította, mondja Dunya Svircsev, a Vöröskereszt törökbecsei szervezetének titkára. A Stiglodvestopakéta. A 200 segélycsomagot a tartományi tartalékból kaptuk. A jogosultságra vonatkozó névsort a szociális központtal, a helyi közösségekkel, a nyugdíjasok egyesületeivel, valamint a rokkant nyugdíjasok szervezetével közösen határoztuk meg. Az élelmiszer és a tisztálkodási eszközöket tartalmazó csomag mellett a rászorulók 10 kg lisztet is kaptak. Ezen kívül a gyermekeknek meglepetéssel is készülünk. Az ortodox karácsony után ugyanis 60 édességcsomagot osztunk szét, melyet adományokból gyűjtöttünk. Iskolák, cégek, magánszemélyek segítenek, és ruházatot is hoznak a székházunkba. Mindenképp enyhíteni szeretnénk a nehéz sorsú emberek mindennapjain, különösen
különösen ilyenkor, a téli idényben, amikor nehezebb vagy lehetetlen alkalmi munkát találni. Myslím, hogy a vevid pomoci izuzetno značajan za socijalno ugroženo stanovništvo, pogotovo u ovom zimskom periodu, kada se teško snalaze za posao. A 200 segélycsomagból 80-at Törökbecsén, 50-et Beodrán, 40-et Kumánon és 30-at Bocsáron osztottak ki rászorulóknak.